Köszöntöm a Dél-Dunántúli magazinműsor nézőit, Erős Antónia vagyok. Élőadásunk alatt hívható telefonszámunk a 0680 210 224-es. Várjuk észrevételeiket, hozzászólásaikat műsorunk témáival kapcsolatban. Ha velünk töltik az elkövetkezendő 3/4 órát, először magazinunkat láthatják, majd 15 percben Dél-Dunántúl híreivel jelentkezünk. A híradóban ezekben a percekben is dolgoznak, de már itt ül mellettem Nagy Gábor kollégám. Gábor, csináljunk egy kis kedvet a híradóhoz, hiszen te vagy ma a műsorvezető. Mire számíthatunk a híradóban? Természetesen beszámolunk Dél-Dunántúl legfontosabb eseményeiről, így többek között arról, hogy új üzemeltető fűti a tombóvári lakásokat, annak is utána jártunk, hogy mennyiért is. A horvát községek papjai szerint a hitoktatás és a vallás gyakorlás kulcsa az azonosság tudathoz és a nyelv gyakorláshoz. És szólunk arról is, hogy nem kell félniük már a Pécs környéki vikendházak tulajdonosainak, hiszen elfogták a vikendház fosztogatót. Ez csupa jó hír, nem tudom, hogy az időjárással kapcsolatban van-e valami jó híred? Hát meglehetősen kevés az, aki melegre vágyik, hiszen marad az évszakhoz képest hűvös idő, csapadék viszont nem lesz, részletek azonban a híradó végén. Köszönjük szépen, Gábor, ezt az előzetest. Hölgyeim és uraim, egy kis ízelítő abból, hogy ebben a fél órában mit láthatnak a Dél-Dunántúli magazinban. Konferencia Pécsett a horvát-magyar együttműködésről. Búza rekordtermés eladatlanul a raktárakban. Uránbányászokból őrzővédők. Bolyongó 1%. Sérteketésből fénymásoló, a pedagógus szakszervezet nyert, a hivatal embere lehet, hogy leüli. Patkolókovácsból gyógykovács. És mindezekről következzenek a részletek. A területfejlesztés elősegítheti a Dráva két oldalán élők közeledését. Ez volt az alapgondolata a horvát-magyar együttműködés távlatairól rendezett pécsi konferenciának. A tanácskozáson a két ország településeinek képviselői és a területfejlesztésért felelős kormányzati szakemberek vettek részt. Az együttműködési megállapodás eredményeként a partnerségben erősödik a közös programok, képzések, tanulmányok megvalósítása. A határmenti oldalon a közös infrastruktúra, az úthálózatok fejlesztése, a határátkelőhelyek korszerűsítése. Lényeges kiemelni a közös természetvédelmi, vízgazdálkodási, ökológiai programok kidolgozását. Az önkormányzatoknak határon innen és túl fontos szerepük a fejlesztésben. A saját kihívásaiknak megfelelően elsősorban a kommunális fejlesztéseket, ezen belül talán a környezetvédelmet, de ha megnézzük a vállalkozók, emberek, vagy a gazdasági emberek, vagy a polgárok igényeit, ők nem teljesen ezt tartják elsődlegesnek, hanem inkább a munkahelyteremtést, az egészséges környezetet, az egészségügyi ellátást és a biztonságot. De azt hiszem, ez a kettő nagyon könnyen összehozható, hogyha hasonló szervezeteket a határ mindkét oldalán működtetünk, mint ami Magyarországon ma már van, a kistérségi társulásokat, a megyei önkormányzatokat, az önkormányzati emberek, hanem a polgárok, képviselői civil szervezetek, vagy netán a gazdasági kamara szakemberei ülnek bent azokban a testületekben, ahol közösen találják, hogy mit csináljanak, és mire fordítsák a rendelkezésükre álló forrásokat. A területfejlesztésnek milyen fontos alapelvei vannak? Hát elsősorban a legfontosabb alapelve az autonómiára épülő szubszidiaritás, vagyis hogy a helyi ügyek helybe tartoznak és helyben oldandók meg, de amennyiben ehhez támogatás szükségeltetik, vagyis nem mindenki egyenlő eséllyel indul a versenyben, akkor ezen a versenyhez kell támogatás is, és ehhez adjon támogatást a rendszer, de ez tartozik az is, hogy addicionalitási módon, vagyis mindenképpen a saját forráshoz tapadjon, vagy járuljon hozzá támogatás. Persze ebben is vannak gondok, hiszen nem mindenkinek van lehetősége a közös forrás, vagy a saját forrás megteremtésére, ezért is jelenik meg a térségi operáció gondolata. Arra ösztönzi a térségben résztvevőket, forrásaikat próbálják összeadni, és ehhez támogatásokat szerezni. Miben tekintik modellértékűnek a törvényt? Nem csak mi, hanem az Európai Unió más tagjai is, hiszen ebben a térségben, Közép-Kelet-Európában nincs még hasonló szintű és hasonló modellt megvalósító rendszer, amelyik összekapcsolja nem csak a kormányzati, hanem az önkormányzati és a gazdasági szféra szereplőit abban egy asztalhoz ültetve, hogy találják ki, hogy mi kell a térségnek, hanem abban a tekintetben is, hogy valójában decentralizálja nem csak a döntéseket, hanem az ehhez szükséges forrásokat is,
És én úgy gondolom, hogy az Európai Unió nem is véletlenül tartja ezt olyan mértékben modellértékűnek, hogy ezek megvalósításához támogatást is ad. Az esőre fordult idő nehezíti ugyan a betakarítást, de sokat használt a földnek. A termésátlagok jónak ígérkeznek, ám sajnos a gondok áthúzódtak a nyárról. A héten visszavonhatatlanul véget ért az indián nyár. A melengető napsütést felváltotta az eső, ami, ahogy a mezőgazdasági szakemberektől hallottuk, kellett a földnek. Javított a talajszerkezeten, könnyebb lesz majd szántani, répát szedni. Ennek a növénynek a betakarítását a kaposvári cukorgyár ütemezi, elsőként azok szedik, akik távolabb vannak a gyártól, később a somogyiak. Baranyában a termés 80%-a már kikerült a földből. A kukorica betakarítását ugyan kissé hátráltatta az eső, de szépen haladnak a munkával Dél-Dunántúl szerte. Az eddigi mennyiség nagyon jó, hektáronként 6,5 tonnát szedtek le. Ami gond, hogy hol tárolják majd, mikor lehet értékesíteni. Ugyanis a búzával már rosszak a tapasztalatok. A pécsváradi példa nem egyedi. Minden mezőgazdasági üzemnek és magánvállalkozónak idén nagy gondjai vannak. A 25 éve dolgozom itt, és ennél fogva a szakmába is. Ilyenre még nem emlékszem, hogy szeptember végéig, október közepéig a búzából még nem volt árbevételünk. Ez nagyon nagy feladat elé állított bennünket. Nyilván azok a vállalkozók, akiknek mi integráljuk a termesztésüket, búza, akár kukorica, őnek is se tudunk fizetni addig, amíg mi meg nem kapjuk a búza ellen értékét. És ebben az évben jellemző volt. Jellemző volt a rendkívül nyomott ár, a kukoricánál is rendkívül nyomott ár van, buzánál is szinte 1000 forinttal olcsóbb a kukorica idén, vagy kevesebbet fizetnek a kukoricára idén, mint az előző évben mázsánként, ez tonnánként 10.000 forint. Nyilván ezt önmaga a termelő, se a nagyüzem, se az egyéni vállalkozó megoldani nem tudja. Itt egyértelmű, hogy állami segítségre van szükség, sőt, ez a termelők részéről igényként is jelentkezik a szaktárca felé és a kormány felé. Az őszi munkák közül most a szántásvetés a legfontosabb. Meg az, hogy ami most már a hegy leveként hordókba került a szőlőtőkékről, eladható legyen. Szekszárdról ugyanis azt hallottuk, hogy nagyon jó minőségű a szőlő, 18 fok fölött van a mustfok. A kékfrankos, a cabernet, a merlot minőségi borként talán nagy tételben is bekerülhet a piacra, felváltva igénytelen, rossz minőségű társait. Mezőgazdaság után ipar. Szeptember 26-án kitolták az utolsó csillét a pécsi uránbányából, ezzel a bányászok munkahelye megszűnt. Egy vagyonvédelmi Kft. Azonban szövetkezve a Baranya megyei munkaügyi központtal képzési és elhelyezkedési lehetőséget biztosított több mint 100 volt bányásznak. Mennyi időt töltött az uránbányánál? Hát összesen 37. éve vagyok. Ebből 30 év volt a föld alatti. Most később reabosként, portásként, most ugyancsak, hogy megszűnt a bányaüzem, a Valeria Securitynél vagyunk alkalmazásban, egy vagyonőrök. Hát így összességében 37 éve, hogy ennél a... Végigjárt a szakma egész létráját? Csillésként kezdtem, később segédvájár, vájár, lőmester, csapatvezető vájár voltam, volt egy 17 fős csapatom. De ez itt régen volt. 26-án jött fel az utolsó csille, még ott van az aknatorony alatt. Megkönnyezte? Hát, majdnem. Úgyhogy, mit tudok erre, sok ember, meg nem volt mindegy. Mit éreztek, amikor megszűnt a munkaviszonyuk a Mecsek Urán Kft-vel? Hát az igazság, hogy most, hogy olyan gondunk volt, hogy ott fogunk elhelyezkedni, és azért el kellett végeznünk egy tanfolyamot, hogy ezt az állást megkaphassuk. Nehéz volt a tanfolyam? Elég nehéz volt, sokat kellett tanulni, sok volt a jó. És itt nehéz a szolgálat? Hát igen, mert délelőtt állandóan a kocsik járkálnak, délután meg körbe kell járni. Délelőtt is kell járni, de délután meg állandóan körbe kell menni. Korábban is itt dolgozott az Édűnél. Igen. Most milyen érzés, hogy nem kellett helyszínt változtatni? Jó, mert megszokott emberek vannak. És ugyanabban a környezetben vagyok.
A munkanélkül maradt uránbányászokon az ön cége igyekszik segíteni, és úgy tűnik, hogy tud is. Cégünk a Valodia Security Kft. Döntő hangsúlyt arra fektet, hogy kikkel dolgozik. Mi csak megbízható emberekkel, olyan emberekkel szeretünk dolgozni, akik munkájukat megbecsülik, és az elvárásokat megfelelően dolgoznak. Én úgymond Tüke Pécsi, a régióban éltem, és hát nevelkedtem fel. Kiskorom óta ismerkedtem már uránbányászokkal. Nagyon rendes, nagyon komoly embereknek tartom őket. Korábbi pályafutásom és későbbi pályafutásom során is hivatalos kapcsolatba kerültem a Mecseki részbányászati vállalattal, Mecsek Urán Kft.-vel. Hát szomorú az, hogy ezt a tevékenységet itt a térségünkbe be kell fejezni. Éppen ezért arra gondoltunk, hogy ha lehet, lehetőségeinkhez mérten segítjük ezen embereknek további érvényesülését. Hogyan képezik ki őket? A Valeria Security Kft. Nem csak vagyonőrzéssel, hanem képzéssel is foglalkozik. A megye egyik legjobb képző cégeként emlegetnek bennünket. Több tanfolyamot szerveztünk már a megyei munkaügyi központ és a munkaügyi képzőközpont irányításával. Természetesen pályázat útján nyertük el ezeket a tanfolyamokat. Hát szerencsére egy ilyen uránbányász tanfolyamot is sikerült véghez vinnünk. Tavasszal indítottuk, és amire ők munkanélkülvé váltak, körülbelül 40-50 főt kiképeztünk, nagyon jó eredménnyel végezték el. Ők munkahelyet is találtak? Ők természetesen, én a bevezetőben, amikor indítottuk a tanfolyamot, úgy fogalmaztam nekik, hogy dolgozzanak, illetve tanuljanak szorgalmasan, mert ha nem az észbányászati Kft.-nél, más munkahelyeken alkalmazni szeretnék őket, és számítunk rájuk. Hát azért szerencsés, mert végül is otthon érzi magát itt a négyes üzemnél. Hát az egy nagy szerencse, úgyhogy hogy elvégeztük itt a Valériánál azt a őrzővédő tanfolyamot is. Nehéz volt? Hát, nekem nehéz, meg a többiekünknek is úgyhogy, na úgyhogy. De megérte? Megérte. És most ön hogy érzi magát itt? Hát, el kell fogadni ezt a helyet, úgy. Szívesen végzi ezt a munkát? Hát nézze, ura, hát most jobban szeretnék, ha még bírna az ember a szakmáját vége, de hát sajnos erről már le kellett mondani. Egészségre meg sajnos ezt ma uránbányász nem lesz itt, legalább az én korosztályomból már nem lesznek uránbányász. Kedves nézőink, Önök a Pécsi Körzeti Stúdió műsorát látják. Telefonszámunk a 0680-210-224-es. Hívjanak bennünket, ez egy zöld szám, tehát az Önök számára a hívás ingyenes. De várjuk leveleiket is, amelyben kérjük, írják meg, kik azok az ismeretlen ismerősök, akikkel szívesen megismerkednének műsorainkban, akikre kíváncsiak. Olyan emberekre várjuk javaslataikat, akik észrevétlenül is velünk vannak, akik végzik a dolgukat nap mint nap, ezért nem kapnak kitüntetést, elismerést, de zökkenőmentesebb általuk az életünk. Ők azok, akikre, ha Önök nem hívnák fel a figyelmünket, talán sohasem kerülnének a nyilvánosság elé, pedig munkájuk érdekes, tanulságos, nélkülözhetetlen. A borítékra írják rá ismeretlen ismerősök. Címünk 7626, Magyar Televízió RT, Pécsi Körzeti Stúdió, Alsóhavi utca 16. Folytassuk a körzeti magazint. Nem biztos, hogy eljutnak a címzethez azok az adományok, amelyeket a személy jövedelemadó 1%-ából lehetett átutalni. Baranyában minden negyedik adózó tett nyilatkozatot. A kedvezményezettek számára felajánlott összeg több mint 58 millió forint. A riportunk forgatásáig csak 37 milliót utalt át az érintetteknek az APEC. Jó hír viszont a civil szervezeteknek, hogy az adóhatóság az értesítés készhezvétele után 30 nappal, de legkésőbb október 31-ig ügyfélszolgálati irodájában várja azokat, akik elfogadják az adományokat, és igazolni tudják, hogy arra jogosultak. Baranyában több mint 50 ezer személy tett nyilatkozat az 1% felhasználásáról, és ebből a több mint 50 ezer nyilatkozatból valamilyen több mint 47 ezer nyilatkozat volt érvényes, és baranyai állampolgárok több mint 63 millió forintról rendelkeztek ennek kapcsán. Ez 697 baranyai szervezetet érintett, és ezen szervezetek felé irányába 58 millió forint kerül majd
feltételezhetően közeljövőben átutalásra, illetve jelentős összeg átutalásra került napjainkig. A történelmi egyházak elutasították évelején az 1% felajánlását, viszont akik őket akarták támogatni, javasolták, hogy egyházi alapítványokat támogassanak. Nos, a református egyház alapítványához érkezett-e valami? Megmondom őszintén, hogy nem kaptam pontos visszajelzéseket. Annyit tudok, egy egyházközség volt, aki kapott olyan jelzést az adóhivataltól, hogy az ő részükre 1%-át néhány magánszemély felajánlotta. A Pécsi Szeretett Szolgálati Alapítvány és a Betánia Rehabilitációs Otthon Alapítvány nem jelezte vissza, hogy kaptak-e ilyen értesítést az adóhivataltól. Tehát nem tudom, hogy működik-e. Több szervezettől kaptunk olyan visszajelzést, és akár konkrétan lehet is mondani, hogy például a United Way Magyarország alapítványt, akinek egy országos hálózata van, akiknek olyan valóban tehetős emberek ajánlották fel az 1%-aikat, akik tudják, hogy mennyit ajánlottak föl, és ehhez képest 30 000 forintról kaptak értesítést az APEC-től. Tehát itt mindenképpen tisztázni kellene ezt a kérdést, ezt a jogi menetet, mert így nem ellenőrizhető valójában, hogy ki mennyit kapott, hiába tudja esetleg konkrétan, hogy ki mennyit ajánlott fel, nem lehet visszakeresni ezt és számon kérni az APEC-on vagy bármelyik olyan hatóságon, aki ugye hosszas procedúra után kapja meg az 1%-ot, hogy mi a menete ennek, és hogy hol tűnnek el ezek, vagy mi a hiba. Végül is Baranyában hányan kívánnak élni az adomány lehetőségével? Ez idáig 444 szervezet küldte vissza az adatlapot Baranya megyében, közülük 418 szervezet az, amelyik élni kíván az összeggel, igénybe kívánja venni a kedvezményezettként ezt az összeget. Mekkorák ezek az összegek? Hát az összegek elég széles skálán mozognak, a felajánláshoz kapcsolatban tudom talán a két szélső esetet mondani. A legkisebb összeg, ami kedvezményezettként megjelölésre került, a 125 forint, a legnagyobb összeg pedig 4 041 000 forint. Például a Nevelőkháza Egyesület, aki ugye rengeteg szervezetet koordinál, vagy nagyon sok szervezet tagja van. Mi 22 000 forint körüli összeget kaptunk, ami... Ezt nem lehet így elmondani, mert ez az első eset, ugye, ez az, nincs még tapasztalat ilyen szempontból. Az is köztudott, hogy a mi tagjaink általában önmaguk is egyesületek, tehát logikus, hogy ők viszont a saját tagságuknak ajánlják fel. Másik eset például a támasz alapítvány, ott azért már 100 000 forinton felül volt, és hát inkább olyan közintézmények, mint kórházak, iskolák, például a Komlói Kórház több mint 500 000 forinthoz jutott ezzel hozzá, ami náluk is nagyon fontos, hiszen ők is ezért tudjuk, hogy milyen rossz helyzetben vannak. Ön, mint adóhivatali szakember meg tudja jósolni, hogy a felajánlott 1%-ból gyakorlatilag mennyi vándorol vissza az állami büdzsébe? Az én becsésem szerint körülbelül az összegnek a 10%-a lesz az, amelyik visszavándorol ilyen szempontból a költségvetésbe. A pécsi iskola átszervezés folyamatában olyan apró epizódok is előfordulnak, mint a következő eset. A közoktatási bizottság elnöke a TV nyilvánossága előtt sértő megjegyzéseket tett az egyik pedagógus szakszervezetre és annak vezetőjére. A sértett a bírósághoz fordult, a keresetet első fokon elutasították, majd másodfokon megnyerte a pert. 1996. június 12-én a Városi Televíziónak volt egy aktuális stúdió című adása, amelyben a Bánki Donát úti általános iskola és az Esztergár úti általános iskola összevonása volt a fő téma, és ott, mivel ez egy telefonos fórum volt, betelefonáltam azzal, hogy amennyiben a közgyűlés mégis a figyelmeztetéseink ellenére beviszi a következő napi közgyűlésre a témát, akkor a Baranya megyei közigazgatási hivatalhoz fog fordulni a PDS. És erre következtek olyan személyiségi jogokat sértő kijelentések, mind a... Kinek a részéről?
a Troska Gyula részéről, mind a PDS-re vonatkozóan, mind pedig személyesen rám, amelyre úgy gondoltuk, hogy reagálnunk kell. Felszólítottuk szóban és írásban is Troska Gyulát, hogy nyilvánosan vonja vissza ezeket a kijelentéseit, lévén, hogy egy eléggé nézett adásról volt szó, és elég sok ismétlésben is lement. Szíveskedjék ezt körülbelül ugyanolyan nyilvánosság előtt megtenni. Most ő ezt nem tette meg, és erre léptük meg mi azt, hogy a Városi Bírósághoz keresetet adtunk be személyiségi jog megsértése miatt, és nem vagyoni kártérítést is kértünk ugyanakkor. A Baranya megyei bíróság október 7-én másodfokon ítéletet hozott, amelyben 300 ezer forint nem vagyoni kár megtérítésére kötelezte Troska Gyulát. Az ügyvédem hívott fel és mondta, hogy milyen döntés született. Tulajdonképpen elgondolkodtató. Két oka van, az, hogy ugyanazon törvénykönyvből egy elsőfokú hatóság hoz egy ítéletet, és homlokegyenest egy másik ítéletet, de azt gondolom, hogy ez a bíróság kompetenciája is gondja. De azt gondolom, hogy az elmondottak alapján én bátran mondom, hogy az oktatás érdekeit szolgálom felelősen, ezt teszem most is, nincs igazán időm arra, hogy ezzel törődjek. Ha megjön az ítélet, akkor elgondolkodható, hogy hogyan tovább. Lehet, hogy fellebbezek, lehet, hogy azt kell tennem, hogy az ítéletet leülöm valamilyen módon valamelyik fegyházba. Hát ennyit már kiérdemel az ember 40 évi munkája után, hogy ott szakmai felfrissülés ürügyén néhány hetet eltöltsön. Ha úgy nézzük, hogy egy hatalom gyakorló szerv képviselője olyan kijelentéseket merészel tenni nyilvánosság előtt, amelyet Troska Gyula elkövetett, akkor ez mindenképpen egy szomorú jelenség volt, és olyan szempontból pedig talán jó, hogy ez megtörtént, hogy ezzel az ítélettel együtt ez végül is egy precedens értékű dolog. A PDS a kártérítés összegét egy fénymásológép vásárlására kívánja fordítani. Bizonyára önökben is megfogalmazódott, hogy ilyen idézőjelben ínyenc történetekért nem kell a parlamenti közvetítéseket nézni. De hát szerencsére nem ez az általános. A somogyzsitva szűcsénypusztai erdőgazdasági szakmunkás képzőben néhány éve kihalásnak indult szakmákat kezdtek oktatni. Tanulóik száma meghaladja 330-at. Országszerte keresettek az itt végzett fiatalok, nincsenek elhelyezkedési gondjaik. Az intézmény rugalmasságát bizonyítja, hogy újabb és újabb elképzelésekkel állnak elő, amihez jó partner a marcali önkormányzat. Szívesen fogadják ezeket a fiatalokat, vagy mihez kezdenek a szakmájukkal? Általában vállalkozók lesznek. És szintén úgy gondolkodnak, hogy vállalkozók lesznek? Hát én szeretnék az lenni. Van-e a családban hasonló szakmája valakinek, kovács? Hát a családban sajnos nincsen. És akkor miért választotta? Hát valahogy tetszett a vasas munka, meg melegen dolgozni az anyaggal. És a lovakat is. És a lovakat is szeretem. Szeretek fával dolgozni. És volt kitől ellesni, vagy pedig itt találkozott először ezzel a szakmával? Hát hallottam már róla, de úgy itt találkoztam vele először. De hallottam már úgy róla, hogy van ez. És mi lesz a további elképzelés? Én is szeretnék tovább tanulni itt érettségét. Én erdőművelő fakitermelő vagyok, és azért választottam ezt a szakmát, mert szeretem az erdőt, és sok mindenre megtanít ez a szakma. Például? Hát hogyan kell kidönteni a fát, és mire lehet felhasználni. Nem könnyű munka ez, ugye? Hát nem, mert fizikai munka elsősorban, meg hát meg kell tanulni mindent. És lesz vajon lehetőség elhelyezkedni? Hát igen, úgy néz ki, hogy sikerül elhelyezkedni, de számításból vettem azt is, hogy lehet, hogy tovább tanulok még. Miután itt most már lehetőség lesz az iskolában? Hogyha itt minden biztosítva lesz, hogy beindul a szakközépiskola. Én Kádárnak tanulok, és azért választottam ezt a szakmát, mert felénk elég nagy szőlőterületek vannak, és a Kádár szakma is kihalófélben van, ezért azt mondták, hogy úgy próbálj felújítani, így hát eljöttem megtanulni a szakmát. Mi lesz írva majd a bizonyítványba, hogy dísznövénykertész a szakmátok? Ezt nem régen okítják itt még ebben az iskolában. Tavaly kezdték okítani és tanítani ezt a szakmát, és úgy tudtuk meg, hogy lehet ilyen szakmát tanulni. És jó el lehet helyezkedni, mert amire én lakok, ez a szakma nagyon kihaló félbe van. Úgyhogy nagyon megéri. Nem kis bátorság kellett ahhoz, hogy a szőcsényi iskolában
kihalásnak indult szakmákat kezdjenek el tanítani. Hát igen, végre a szakmáknak az indítása elsőkot az adott, hogy az erdőgazdaságoknál kihalóban voltak ezek a szakemberek, akik ezeket a munkákat végezték. Tehát ez volt az első indok. A másik indok végre abból adódott, hogy igény volt ezeknek a szakembereknek a képzésére, tehát az iskola ezért vállalkozott, és úgy érzem, hogy a gyerekek is ezekben a szakmákban is tudnak helyezkedni, tehát az iskolának alkalmazkodni kellett ahhoz, hogy olyan embereket képezzen ki, ami a gyakorlati életben mégis olyan képesítés ad, hogy meg is tud belőle élni. Ugyannyira, hogy néhány szakmában országos beiskolázásúak. Hát a Kovács Kádár Bogdán szakmában egész országból van beiskolázás. A Kovács szakma az különös, ugye mi a mezőgazdasági Kovács és Patkoló Kovácsnak lehet ezt mondani. Ez végül a ló visszatért azért az ország vérkeringésébe, nem csak a turizmusba, hanem maga, mint hasonló is megjelenik az erdőgazdaságoknál. Tehát ezeknek a lovaknak a patkolása feltétlenül szükséges. Ezért jött létre a kapcsolatunk a Nemzeti Lovagdával és az Állatorvostudományi Egyetemmel, hogy jobb-jobb tanulók egyéves képzésre elmennek a Nemzeti Lovagdához, és ott kizárólag a ló anatómiával foglalkoznak, és gyakorlatilag csak patkolással. Ebben az esetben ott vizsgát tesznek, és a szakmunkásbizonyítványban kapnak egy olyan igazolást, hogy gyógykovács is a tanuló, illetve végzett szakmunkás, mert valamikor ezek a szakiparosok, akik ilyen munkát végeztek, hát úgy is végezték a munkájukat, hogy György Kovácsot is voltak együtt. Még mindig gondolkodnak újabb és újabb lehetőségeken. A Nemzeti Alaptanterv pedig kínálta a lehetőséget. Hát igen, ezt köszönhetjük az a Marcai Városi Önkormányzatának, hogy a Marcai Városi Önkormányzata minden lehetőséget megad arra, amiben látja az, hogy mégis van reális értéke annak, vagy felfogás az iskolának, hogy olyan szakmákat indítson, ami az élethez igazodik és ahhoz szükséges. Ezért akarják megvalósítani a 9-11 osztálynak a képzését a szakképzőiskolákban, tehát így érint bennünket a 9-11 osztály, plusz a szakközépiskolai képzés, ami annyit jelent, hogy a szakmunkás képzés után még 2 évet itt marad a tanuló, nem kell elmenni másik iskolát keresni, hanem 2 évig itt van, és érettségi tehet. Itt helyben, ebben az iskolában? Itt helyben, ebben az iskolában, és utána akar tovább tanulat, vagy technikus minősítőt tehet. Tehát ez az egyik, a másik végében az, hogy teljes skálában legyen a faipari képzés, a Kádár Bognár mellé indítottuk az épületasztalos és bútorasztalos, még melléje jön az ács szakmunkásoknak a képzése. Így akkor a faipari szakmában teljes egészében itt meg lehet találni a Széchenyi Erdészeti Iskolánál. Kedves nézőink, magazin műsorunk ezzel véget ért, de néhány másodpercre kérem még a figyelmüket. Megismételném azt a felhívást, amely műsorunk közben már elhangzott, és amivel szeretnénk önöket bevonni egy kicsit a műsor készítésbe. Várjuk leveleiket, amelyben kérjük, hogy írják meg, kik azok az ismeretlen ismerősök, akikkel szívesen találkoznának itt képernyőnkön műsorainkban. Olyan emberekre kérünk javaslatokat önöktől, akik észrevétlenül is